Kivonult az iskolafalak közül az oktatás, és beköltözött helyébe a szórakozás. Idén először az Oktatási Minisztérium szabad kezet adott az iskoláknak, hogy rendhagyó órákat szervezzenek a diákoknak. Az Iskola Másképp program célja a tanulás fogalmának átértékelése a nebulók fejében. A tanárok igyekeztek olyan tevékenységekbe bevonni a gyerekeket, amelyekben értékesíthetik tehetségüket, képességeiket. Egyértelmű a válasz arra a kérdésre, hogy tetszik-e az Iskola Másképp program, konkrétan a lubickolás lecke. Az osztályfőnök azt mondja, ez az időszak lehetőséget nyújt arra, hogy megismerje a gyerekek valódi személyiségét. Olyan, mintha egy hétig most egy kicsit az anyukájuk lettem volna. Mert együtt elmegyünk, úszunk, együtt tojást festünk, együtt társas játékozunk. Ezek a középiskolások úgy döntöttek, hogy katonai szolgálatot vállalnak ezen a héten. Nem csatára készülnek, inkább multidézésre. Társaiknak szívesen bemutatják, hogyan nézett ki egy korona vörös darabon, és hogyan zajlott a bátoriak erdélyi uralkodása idején az őrségváltási ceremónia. A várak körül, ugye a városokból, falvakból összegyűjtöttek embereket, akiket úgy gondolták, hogy azok az emberek jók lennének katonáknak, jók lennének felügyelőknek. És ezeket a katonákat hívták vörös darabontoknak. Rendhagyó történelem óra ez a javából, hiszen van olyan diák, aki bár itt él a városban, soha nem járt a Székely támadvár falai között. Jobbszárny, őrhelyedet foglald el! Különösen a fiúkat érdekelték a hadtechnikai érdekességek. Ez a kisfiú azt is elképzelte, hogyan élt volna a középkorban. Katonának jelentkeztem volna, de lehet, hogy elértem volna a századost. Nézzétek meg azt, hogy főleg ilyen úton ezzel elég nehéz menni, fárasztó. Viszont például a füvön, vagy sáros úton egészen kellemes, mert ugye nem csúszik. A gyerekek hamar elsajátították a puskahordozás szabályait, és kipróbálták az őrjáratban menetelést. Darabontok utána indul! Ekkor a Székely hadseregre büszke lehetett volna bármelyik fejedelem. Akár még az oroszok is jöhetnének, vissza tudtuk volna verni tényleg. Ez a hét arra szolgál, hogy színesebbé, szimpatikusabbá tegye az iskolát, hogy az iskoláról ne a könyv meg a füzet jusson csak eszébe, hanem mindenfajta tanulás, ami megtapasztalás is lehet, ami kiránduláson szerzett ismeret is lehet, és bármi, ami az ismereteiket, készségeiket bővíti. Közös meglátása az oktatóknak, hogy nem szerencsés ország szerte egy időben lebonyolítani ezt a programot, hiszen a legtöbben különböző turisztikai látványosságokra lettek volna kíváncsiak, de a túljelentkezés miatt hatalmas torlódás alakult ki. Tumultus van a múzeumokban, turistahelyeken, barlangoknál, akárhová viszi az ember, azért tumultus van. Nem annyira kellemes, de annál hasznosabb tevékenységet választott ez az osztály. PET-palackot és papírt gyűjtenek, és kipróbálták azt a palacprést, amelyet az újrahasznosítható anyagok árából vásároltak. Zöld iskola néven 3 évvel ezelőtt indult az a környezetvédelmi kezdeményezés, amelybe 50 tanintézmény kapcsolódott be. Írhatok olyan foglalkozás, például kutyakozmetikus, olyan szórakozás, például kakasviadal, vagy olyan találmányt, elektromos tojás szeletelő, fecskefészekleves, aminélkül boldogan élhetünk. A program versennyel ösztönzi a diákokat zöld gondolkodásra. A csapatok havonta egy elméleti, egy kreatív és egy környezetvédelmi feladatot kapnak. Én úgy gondolom, hogy az én gondolkodásom és az egész osztálynak a gondolkodása, véleménye ezen nagyon sokat változott. A zöld iskola célja, hogy mozgalommá nőjön, hogy egy olyan 21. századi természettisztelő illemszabályt sajátítsunk el, amivel tovább lehet lépni. A tavalyi nyertesek pénzutalványt és kalandpark belépőt nyertek. Erre vágyik ez a csapat is, ezért választottak többek között környezetvédelmi tevékenységet azon a héten, amelyen a gyerekek is alakíthatják saját iskolai programjukat.